A Tamási Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium tanulói Gödöllön jártak, miután tanáruk egy kitűnő lehetőségre bukkant, ahol a környezetvédelemmel kapcsolatos tudásukat bizonyíthatták. Facebookon láttam én egy felhívást, és pályázni kellett. Régiónként hívtak be iskolákat, tehát igazán előselejtező nem volt. Ez a pályázat döntött el, hogy melyik iskolát hívják be az országos döntőre. Az iskolát kellett bemutatni, itt a környezettudatos tevékenységet. A csapat összetételében időközben változás állt be, de ez nem befolyásolta a bérisek esélyeit a másodízben megrendezett vetélkedőn. Tavaly pályáztam, akkor lemaradtunk róla, de ez még csak a második évad volt, tehát olyan nagyon nem ismert még ez a pályázat szerintem. Felkészülésre tulajdonképpen nem kaptunk tematikát. A tavalyi évnek a videóit néztük végig, az adásokat, és az alapján internetes cikkekből készültünk fel. Amiket cikkeket én feltettem, azt a lányok elolvasták, ami megmaradt, megmaradt, ami nem, nem. Nagyon sok adatot kértek, tehát számadatokat, százalékos adatokat, most ezekre igazán felkészülni nem lehetett, nagyon széles skálán voltak a kérdések. A környezetünket érintő témákat feldolgozó próbatételen 4 diák képviselte a Tamási Béri Balog Ádám Katolikus Gimnáziumot, akik lelkesen készültek. A Mezőgazdasági Egyetemnek a kampuszán voltunk, egy nagyon szép helyen. Hát ez egy környezettudatos verseny volt, quiz kérdések voltak, és volt activity is. A quiz kérdésekben 4 kérdésre kellett válaszolni, az activity-ben pedig 2 híres személy mutogatta, és nekünk le kellett írni egy papírra a válaszokat, és azt be kellett adni. Voltak egyszerűk, és voltak azért elgondolkodtató kérdések is egyaránt. Sajnos időnk nem jutott arra, hogy végig gondoljuk a kérdéseket, nagyon kevés időt adtak, 15 másodpercet, szóval valamikor így a megérzésre kellett, és a csapat összhangra kellett, hogy mely kérdést jelöljük meg is igazán. Ami kérdés így bennem megragadt, az, hogy Magyarország melyik növényt termeszti így legelsőnek, és volt a cékla, a torma, a vörös hagyma, és a negyedikre őszintén nem emlékszek, és hát milyen makó és a vörös hagyma összekapcsoltuk, és akkor legyen a vörös hagyma, de mint kiderült, a torma volt a megfejtés. Mind az elődöntő, mind a döntő 2 részből állt. Egy-egy részben összesen 9 quiz kérdést, valamint 2 activity feladatot kellett megoldani a csapatoknak. Az országos versenyen 18 csapat indult, és mi országos negyedikek lettünk. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sokat tanulhattunk, és tapasztalatot szerezhettünk a verseny alatt, és hát beletekinthettünk egy kicsit, hogy hogy zajlik egy ilyen forgatás a tévében. Az elődöntők, de hát így 3 fordulósak voltak, és ott 6-6 csapat mérkőzött meg, és onnan került be 2 csapat a döntőbe. A tévéfelvétel miatt kicsit vontatottabb volt a csapatok versengése, ez időnként kizökkentette őket a játékból. A legnagyobb élmény számomra az volt, hogy egy ilyen forgatáson részt tudtunk venni, betekinthettünk a kulisszák mögé, és hát az sem utolsó, hogy neves gimnáziumokat tudtunk magunk mögött hagyni. Nekünk a legrosszabb az volt, hogy nagyon akadozva ment az egész forgatás, és nagyon elhúzódott, tehát alapból 1,5 óra csúszással indultunk az elején, de ettől függetlenül is hatalmas élmény volt mindannyiunk számára. Az elején nagyon furcsa volt, amikor utaztunk, mert ugye nem ismertük egymást. Ugye ketten vagyunk osztálytársak, ketten-ketten, és az elején nagyon furcsa volt, de ahogy telt az idő, úgy egyre jobban összehangolódtunk. A Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium tanulói a 18 csapatból a 4. helyen végeztek Gödöllön, a zöld vetélkedőn.